Herceg János 1909. május 11-én született Zomborban. 1936-tól Budapesten egy rövid időre a Dante könyvkiadó szerkesztője, majd a zombori városi könyvtár igazgatója és a Kalandja főszerkesztője volt. A második világháború után az Újvidéki Rádió szerkesztője és a Híd főszerkesztője. Élete utolsó éveit Doroszlón töltötte. Újraolvastam nemrég azokat az írásait, amelyeket utazásai során készített. Éppen egy arról szóló írást olvastam legutóbb, amikor lejárt az útlevele, és arról mesélt, hogy az útlevél, a szabad országok közötti szabad átjárás micsoda szellemi élményeket és kalandozást nyújtott számára. Én azt gondolom, hogy azt tanulhatjuk meg elsősorban Herceg Jánostól, hogy hogyan támaszkodjunk azokra az alapértékekre, amelyek lokálisan megvannak, adottak számunkra, úgy identitásunkban, mint nyelvünkben, de amellett legyünk nyitottak, legyünk egy kicsikét a jó értelembe vett világpolgárok, és vegyük észre azokat a megújító inspirációkat, amelyek a világból felénk érkezhetnek. Herceg János írói munkássága kivételesen gazdag volt. A regények mellett szinte minden prózai műfajban kipróbálta magát. Írt naplójegyzetet, kritikát, riportot, szociográfiát és helytörténetet, de igazi műfaja az esszé volt, melyben klasszikus műveltsége a maga teljességében tudott kibontakozni. Én igazából utolsó éveit, utolsó 10-15 évét ismertem igazából meg, mióta Doroszlón volt, és én is, amikor Doroszlón visszakerültem, tulajdonképpen napi kapcsolatunk volt. Véletlenül találkoztunk ugye egy kioszk előtt, és én már írtam, és akkor rám kérdezett, hogy ezt te írod ezeket? Mondom, persze én. Hú, nagyon tömör, miért nem egy kicsit szellősebb? Jó, mondom, majd ezt megbeszéljük. Tehát az esszéi az úgy megvannak írva, annyira tökéletesek, hogy én nem is hiszem, hogy más valaki ezen a táján ilyen jó esszéket nem tud írni. Herceg János sírhelye a zombori Szent Rókus katolikus temetőben található.